Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Úrunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. Ámen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket itt a Szekszárdi Reformátusok lelki otthonában, és szeretettel köszöntjük azokat, akikkel az Úristennel való közösségünket a képernyő előtt ünnepelhetjük. Forduljunk jó pásztorunkhoz együtt, és így váljunk közösségé a 23. Zsoltár első versével, énekszóval is tegyünk hitvallást arról, amit tapasztalhattunk egyen-egyenként is, ami Istenünk, aki megtartotta az életünket, az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva, imádságos szívvel folytassuk Isten tiszteletünket. A 238-as dicséret első két és utolsó hatodik versét énekelve. Míg az Úr a mi pásztorunk, mi nem egyszer téveigő, sokszor elveszett juhai vagyunk, énekünkben is erről vallunk, eltévedtem, mint juh a bűnösök útjára.
A mi Isten tiszteletünk megáldását és megszentelését a mindenható Istentől kérjük és várjuk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Vezesse és kísérje az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvéreim, az Úrban hallgassuk meg Isten igét, amellyel üdvösségre keresi a mi lelkünket. A Máté írása szerinti evangéliumból a 18. fejezet 11. versétől a 14. verssel bezárólag, ami a református bibliaolvasók alóz mai ajánlása, valamint a 23. zsoltárból. Jézus mondja, mert az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy? Nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony, mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen e kicsinyek közül egy is. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ámen. Jó pásztorunk, aki táplálja a testünket és lelkünket is kész az örök életre táplálni, küldje el hozzánk szent lelkét, hogy megértsük üzenetét. Jöjjetek ezért, közösségben is imádkozzunk. Mindenható Istenünk, örökké való édesatyánk a Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, aki dicsér már puszta létünk és megtartott életünk is ebben az űrökkel teli világban. Köszönjük, hogy jó pásztorként vigyáztad meg életünket az elmúlt héten is. Akár asztalterítésedben, akár botodban éreztük azt, akár mindkettőben. Bocsánatodért esedezünk, amiért nem mindig, vagy egyáltalán nem úgy viseltük magunkat, mint akik a te nyájadhoz tartoznak, hanem ennek a tévejgő botor birka világnak a csődületéhez kapcsolódtunk érdeklődésben, gondolatban, szándékban, szóban és tettben. Bizony a te kegyelmed, hogy még egyáltalán vagyunk. Köszönjük, hogy te a puszta létnél többet készítettél és kínálsz nekünk. Nevedért kész vagy felüdíteni lelkünket ebben a forró és pusztulása felé száradó világban, és kész vagy igaz ösvényen vezetni, a halál árnyéka völgyében járva, és kínálni közelségedet a jó pásztorban, Jézusban és szent lelkedben. Könyörgünk is ezért most Krisztusba kapaszkodva, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. Ámen. A 291-es dicséret első két versével közös énekszóban is kérjük, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Szeretett testvéreim, Istennek igéje, amellyel ma keres minket az üdvösségre, és amely nyomán az ő szent lelke segítségével és hívásával az ő üzenetét hirdetem nektek is. A Máté írása szerinti evangélium mára kijelölt és már felolvasott részében a 18. fejezetben van megírva, ahonnan a 11. verset emelem ki újraolvasással. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Ámen. Kedves testvérek, értékmentés. Bizonyára hallottuk már a kifejezést. Van, akinek egy krízishelyzet, árvíz, tűzvész, baleset, háború jut eszébe erről, és az, amikor egy érintett, rögtönzött fontossági sorrend szerint igyekszik menteni az enyészettől, ami még egyáltalán menthető. Értékmentés. Értékmentés az is, amit Bartók Béla és Kodály Zoltán végzett a népdalgyűjtés területén, vagy Seprődi János és Lajta László a néptánckutatás terén munkatársaik és követőik seregével. Értékmentésből nőtte ki magát a Kodály módszer és a néptánc mozgalom. Vagy hogy egy egészen kortárs intézményt említsek, mostanában nagy élelmiszerláncok kiemelt polcain találkozhatunk kérő felirattal, ments meg! Vagy te is légy értékmentő. És ott van a megfonnyadt zöldség, az előző nap kisütött pékáru, csupa olyasmi, aminek az előállítása egyébként ugyanannyiba került, mint a friss terméké, csak az ide-oda csomagolással, rakodással még több munkát fektettek már bele, mégis csökkentnek számít az értéke. Az ára is csökkent, és hirdeti, még van esély. Még nem egészen menthetetlen, még nem minősítették veszélyes hulladékká az értékválságban, kóvályogó világban. Még menthető, még tart az értékmentés, amiben találkozik egy szemlélet, egy indulat és szándék, és aktivitásba fordul. Szemlélet, indulat és aktivitás. A szemlélet jellemzője az érték meglátása, felfedezése és szem előtt tartása. Abban is, ami nem mindenki számára nyilvánvaló. A könyörülettel rokon indulat és szándék, ami a megbecsülésen túl a megmentésre irányul, és az aktivitás, ami jövőt nyit az észrevett érték előtt, és nem csak saját lépéseket foglal magába, hanem a folyamatba bevon másokat is, ments meg! Szól nekünk is. Szép végeredményben érték menekülés marad meg, és bontakozik ki ott, ahol a halál árnyéka suhant végig. Na de ahol már megpihent a halál árnyéka, ami elveszett, ami elpusztult, az már csak volt érték. Az már oda van. Azon nincs mit javítani vagy menteni, arra már a halál árnyéka borult, elveszett. Lehet rajta siránkozni, emlékét pátyolgatni, vagy éppen nem törődni vele egyáltalán, de annak annyi, ahogy mondani szokták. A mai igényben pedig, ami egyébként sok régi kéziratból elveszett, az újabb fordításokban van, ahol zárójelben szerepel a versünk alatta, pedig megjegyzésben az, hogy ez a vers a legrégibb kéziratokban nem található. Onnan elveszett. Szóval a mai igényben azt mondja az Úr Jézus, hogy ő, az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Ez egy lehetetlen vállalkozás. Nem, micsoda lehetetlen vállalkozás megmenteni, tökéletesen éppé tenni azt, ami megsemmisült, ami elpusztult. Mert bizony ilyen erős szavakat használ Jézus Krisztus, amikor a küldetéséről beszél, hogy ő azért jött, hogy teljessé tegye, a bajtól megszabadítsa. Üdvözítse, ilyen értelemben megmentse az odaveszettet. Itt nem egyszerű értékmentésről van szó, aminek esélyadása jellemzője, még az utolsó pillanatban történik is, azért esélyt adunk annak, amit még meg lehet menteni. Itt az esélytelen megmentéséről beszél Jézus és az ige. Újra értékké formálásáról az elveszettnek. És az ennek hátterében álló szemléletről
indulatról és aktivitásról, ami azért is érdemel különleges figyelmet, mert ez az egész rólunk szól. Pásztor és juhok példázata, ne csaljon meg, ez rólunk szól. Rólad szól, meg rólam, ez az emberről szól, az emberről, aki elveszett. Az ember ugyanis elveszett. Elveszett az ember, akit az Úristen a maga képmására alkotott, akibe a legnagyobb értéket helyezte bele, saját képére és hasonlatosságra méltatta. És kiemelt értékével belehelyezte a legértékesebb jóba, az Isten által is jónak minősített összefüggésbe, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és elhelyezte az embert az Éden kertjében, a paradicsomban. Ezt olvassuk a Biblia elején, ahol arról is olvasunk, hogy az Úristen egészen különösen is megáldotta az embert, és úgy tette a paradicsomba. Értéket halmozott az Úr az ember életébe és az ember köré. Érték, érték hátán, ami azután elveszett. Nem a paradicsom veszett el, hanem az ember veszett el. És az ember számára nyilván a paradicsom is. Pedig annyi érték volt az életébe halmozva eredendően, eredendő, Istentől eredő és a közéletben kibontakozó, közelében kibontakozó érték. Ezért félreértő és félrevezető az eredendő bűn kifejezés. Nem, eredendően az Úristen értékesnek teremtette az embert. Értékhordozónak, de ez az eredendő érték, ez az eredendő igazság, és jó, ez valóban elveszett. Félreérthető, de így beszélnek eredendő bűnről. A bűn az Istentől való elszakadás következtében tönkrement az eredeti érték, és az ember oda lett. Elveszett. És ebben a fazékban főnk mindannyian. Nem csak egy kicsit veszett el, hanem nagyon és egészen. Úgyhogy az ember esetében nem lehet értékmentésről beszélni, legfeljebb, megint divatos kifejezéssel élve, újrahasznosításról. Erről is szól a Biblia, és az Isten az ember bűnesete után mit mond az Úristen? Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Tessék, egy újrahasznosítás, egy körforgás, amiben mindannyian benne vagyunk. A víz, amit megiszunk, már ki tudja, hogy hány embert is megjárt. Körforgás, amit egyesek újjászületésnek, reinkarnációnak, tévelyegnek, pedig ami elveszett, az nem tud menekülni, az bele van zárva az elveszettségbe, az menthetetlen. Annál nagyobb örömüzenet az, amit az Úr Jézus a mai igében mond, hogy ő azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Tehát ő nem csak a menthetőhöz, hanem az elveszetthez, hozzám és hozzád is kész, értékmentő szemlélettel, értékmentő indulattal és értékmentő aktivitással közeledni, noha értékről önmagunkban nem beszélhetünk. Inkább arról beszélhetünk a magunk vonatkozásában is, amiről a hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. is szól, ami a következő kérdése: annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatók vagyunk? Így válaszol, igen, ha csak Isten lelke újjá nem szül minket. És ez nem jelenti az ember leértékelését. Félreértés ne essék. Sőt, az ember, az elveszett ember mérhetetlen felértékelését jelenti ez, ahogyan hitvallásunk, a mai igénk is azt üzeni, hogy az Úr felértékeli még a nélkül elveszett embert is, és nem hagyja elveszett állapotában, nem hagyja önmaga nélkül, hanem közeledik mentő, értékteremtő szemlélettel, mentő, értékteremtő indulattal és mentő, értékteremtő aktivitással, egy új teremtéssel, egy új értékeléssel. Menti a menthetetlen. Ezt adja elénk az eltévedt jó példázatában is,
Jézus, amit így zár, a ti mennyei atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszene kicsinyek közül. És ezt adja elénk a példázat felvezetésében is, az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Csodálatos értékteremtő és értékmentő szemlélet tükröződik ebben, ami a kicsit, a lényegtelent, az elhanyagolhatót, a nem tényezőt is újra értelmezi. És értéket lát bele, beléd meg belém, az Úristen. Ilyen szemlélettel van felénk. Az emberfia megmentésre érdemesnek tekinti és látja az elveszettet is, a kicsit is. Értéknek látja az embert, akiről itt szó van. És rólad van szó, meg rólam van szó. Téged is, meg engem is értékesnek szemlél az Isten. Annyira értékesnek, mint pásztora juhocskáját, akit nem egyszerűen birtok értelemben tekint értéknek egy igazi juhász, hanem életközösségben van vele, kapcsolatban van vele. Életközeget ad a maga értékelhető közelségében. Sőt, a János írása szerinti evangéliumban Jézus azt mondja, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Ennyire értékesnek tekinti, hogy a saját életét alárendeli, még az elveszett jó életének is. Kockázatot vállal érte, mélyre megy érte. Micsoda értékszemlélet ez, érzed? A saját életedben is érezheted, körülnézve, hogy az Úristen így értékel, annak ellenére, hogy elvesztél velem együtt, meg már Ádámmal együtt is. Az Úr annyira értékesnek lát, hogy kitüntet a szemléletével és a szeretetével, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, ennyire felértékelt a szemléletében, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Úristen értékteremtő és értékmentő szemlélete, amivel közeledik hozzánk, amivel nem egyszerűen besorol valahova, vagy a száz közé, hanem mint az eltévedt juhot is előre sor. És mindannyiunkkal ilyen kapcsolata van. Téged is egészen különösen szeret. Első helyen szeret. Meg engem is. Ezt csak ő tudja megtenni. Mi rangsorolni szoktunk. Nem sokkal a mai igénk előtt van a rangsor kérdés. A tanítványok is ebben gondolkodnak. Mi a hierarchiai rend? Ki van elől? Az Úristennél pedig mindannyian elől vagyunk. Ő így tud bennünket szemlélni, hogy szeme fényei vagyunk. Elveszettek, de az ő juhocskái. És milyen jó, hogyha ebbe a szemléletbe helyezkedünk bele. Ez a szemlélethez értékteremtő és értékmentő indulat társul, ami a könyörülettel rokon, még a mi értékmentő próbálkozásainkban is. Én legalábbis, én tudom sajnálni azt a száradó kiflit. Nem tudom, bennem úgy megindul, hogy na, meg úgy belelátom azt, hogy evel emberek mennyit dolgoztak, Istennek mennyi ajándéka van benne már abban a búza magban is, nemrég beszéltünk róla, abban a lisztben, ameddig eljuttatta odáig az Isten kegyelme meg az ember tudása, mennyi érték van már benne, mennyit dolgoztak vele már csak abban az áruházban is, és erre nem, itt szárad meg. Meg tud esni rajta a szívem. Én furcsán tudom sajnálni még a tárgyi világot is, amiben benne van az ember, az még az egyéb lejáró szavatosságú élelmiszert is meg tudom sajnálni. Csak hogy ami már romlott, aminek az eredeti értéke már elveszett, az már csak sajnálni tudom. Na és ez a nagy különbség. Az Úristen érték teremtő és mentő szemlélete és viszonyulása meg a milyen között. Az Úristen indulata nem áll meg a sajnálkozásnál, hogy ez van. Vegyük komolyan. Volt 100, maradt 99. Nem baj, lesz másik. Az Úristennél mondhatná azt is, van akinek szólásmondása az, hogy az Úristennek van miből adni, hát csinál magának másikat is, és megtehetné. Le tudna váltani, helyettesíthetne, de az ő indulatában a könyörület van. És nem levált, hanem megvált, és helyettesít önmagával, a fiával, hogy felértékeljen. Hogy te is, meg én is megtanuljuk magunkat értékelni.
viszonyulás szintjén is. Az Úristen indulata nem áll meg a sajnálkozásnál, hanem az elveszett megmentése felé vezet. És ez így volt már a bűneset után is, ott sem szűnt meg az Úr jó indulata az ember iránt, megmaradt annak ellenére, hogy kilátásba volt helyezve. Halálnak halálával halsz, onnantól kezdve annyi, lőttek. Még a jogos sértődés indulata sem írta felül az elveszett megmentésének indulatát az Úristennél, még ruhát is vart az embernek. Nem csak meghagyta az életét. Hát mi ez, hogyha nem a megmentés indulata? Meg az, hogy felruházza, meg az, hogy Káint nem ott helyben, ahol megölte az öccsét, agyonnyomja, hanem a megmentés indulata van felé. És még akkor is, amikor megkapja Káin a jelet, azért kapja a jelet, hogy agyon ne verjék. A megmentés indulata, ahogyan a jó pásztor szíve is megesik, az egyeltévet juhon is, és a gondolata csúcsába helyezi azt a kódorgó birkát. És megmenteni akarja indulat szintjén. És persze nem áll meg itt, hanem az érték teremtő és mentő szemlélet és indulat aktivitásba, megmentő cselekvésbe csatornázódik be. Ő tesz is az elpusztult megmentéséért. És ő tud tenni, ott sem tehetetlen. Az Úristen nem egyszerűen tehetetlenül széttárja a karját, ahogy mi szoktuk, amikor valami ránk romlott, hogy na, ennek is annyi, ennek is lőttek, hanem csodálatos, az esélytelen előtt is jövőt nyitó aktivitásba fog. Szépen adja ezt elénk a jézusi példázat, amelyben figyeltétek, hogy mit tesz a pásztor elveszett juháért? Egy nagyon érdekes részlet fogott meg engem. Alászáll a magasból. Figyeljük csak, szó szerint így olvastuk, hogy ott hagyja a 99-et a hegyekben. A magas biztonságban. Nem egyedül hagyja, hogy nem arról van szó, hogy magára hagyja a 99-et. Nem erről szól a példázat. Hanem ott hagyja az abszolút biztonságban, ahol nem csak egymásra figyelnek, hanem ott a hegyek, azok körülölelik. Micsoda Krisztus szimbólum, nem? Ott hagyta a biztonságot. Vállalta a kockázatot. Lejött a kódorgó birkákért. Sőt, halálba ment a kódorgó birkákért, hogy még onnan is kikotorja őket. Micsoda cselekedett sor, amit Krisztusban látunk. Mennyi aktivitás van már csak ebben is, ami itt van előttünk, hogy a hegyekből lemegy, és megkeresi azt a bányát. Mennyi fáradtság van ebben. Hadd mondjam ezt túratábor vezetőként, amikor itt bicikli táborok vannak, akkor együtt biciklizünk itt az ifjúsággal. És először itt benne a biztonságban, a hegyekben. Ugye, mielőtt kimegyünk a hatosra biciklizni, hogy gyakorolják be, hogy milyen is az. És akkor utána elmegyünk, és amikor vezetem ezt a túrát, hát van olyan túra, amikor legalább másfélszer annyi távolságot megteszek. Mert előre megyek, ott kell utat csinálni, utána, amikor biztonságos az út, de leesett egy lánc hátul, hátra kell menni, akkor bevárni a többieket, háromszor akkor a sebességgel újra előre. Ez csak egy apróság. De mit tesz az Isten? Lemegy. Ő, aki megtehetné azt is, hogy vezeti úgy a vonalat fentről, ahogyan akarja, nem. Annyira értékesnek lát. Annyira értékesnek tapasztaltad a viszonyulásában, hogy lejön, Krisztusban lejött ide közénk, vette a fáradtságot, a kockázatot, mindent magára vett, még a keresztet is magára vette, a halált is magára vette, hogy vezessen határozott kézzel. Elveszett juháért mit tett a pásztor? Csuda szerelem. Földig hajolt a kárhozott világért, hogy meghalt alant, hogy élhess odafenn. Ugye ezt szoktuk énekelni, kedves énekünkbe, ezt ma nem fogjuk, de jó ezt szem előtt tartani. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Tanuljuk meg
értékelni az ebben mutatkozó isteni, jézusi szemléletet, indulatot és tettek sorát. Bátran vonatkoztassuk magunkra, vonatkoztass magadra is, téged így lát az ember. Nem, nem az ember lát így, csak a Krisztus hívő ember. Így lát az Isten. De utána, hogyha krisztusi szemmel tudjuk egymást szemlélni, akkor így szemlélhetjük egymást. Értéket látni a másikban. És nem csak olyan értelemben értéket, hogy hú, egyedi az új lenyomata, írisze, járásképe, hangszíne, hanem úgy, hogy isteni szempontból, annak ellenére, hogy elveszett, annak ellenére érték vagy, és vagyok. És a viszonyulás, a jézusi viszonyulás. Értékesnek tartani belülről, megmentő indulattal van irányodba az Isten, és szabadító, megváltó tettekkel van feléd. Ebben a kegyetlen világban erre hív meg, hogy mi is így legyünk az övé, az ő juhai, egymás felé, meg kifelé is. Megmentő indulattal van feléd a nagy pásztor, a szabadító, és megváltó tettekkel egészen a kereszt halálig és a feltámadásig menően. A legnagyobb értékre, a megváltásra, az újjá teremtésre emel a legnagyobb értékmentő, és örül. Örül, hogyha az értékedre lelsz. Örül, hogyha te is elkezded megtaláltnak tudni magad, ahogyan örül a pásztor a megtalált juhocskájának. És örülhet a megtalált teljes szívével, a zsoltárossal együtt mondhatja, hogy az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget. Csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal. Csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ámen. Egy közös háladó imádságra hívok most mindenkit az új énekeskönyv 753-as dicséretének közös olvasásával. A helyünkön maradva olvassuk közösen ezt a dicséretet, és csodálkozzunk rá az Úristen nagy pásztori szeretetére, a jézusi értékmentésre. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket, kit hódoló angyalsereg imád, s miért akart ő bűnös tévejdőket keresni úgy, mint elveszett juhát. Csak azt tudom, lejött közén a földre, hol jászolágy volt első otthona, s hogy kicsi Názáret ács műhelyén át eljött megváltó Isten egyszülött fia. Én nem tudom, hogy volt oly nagy türelme, míg szenvedett. Én el nem mondhatom, hogy törte szívét kinkereszten össze a 33 éves fájdalom. Csak azt tudom, tört szíveket meggyógyít, megbátorít, ha félelem fog el, bűn szolgaságát szabadságra váltja, mert itt van Jézus, még velünk Immánuel. Én nem tudom, mint hódol majd előtte egész világ, ha minden vész elül. Milyen dicső öröm lesz, hogyha végre szeretettel a szív beteljesül. Csak azt tudom, az ég is harsonázik, és karra zeng a lelkes emberár. Az ég, a föld is újongja egymásnak, hogy a világ üdvözítője a király. A 238-as dicséret 3., 4. és 5. versével énekszóban is kerüljünk közel Urunkhoz. Ím előtted állunk, ajtód előtt zörgetek, fogadd vissza a gyermeket.
Téged, aki értékesnek teremtettél, és bár szem elől tévesztettünk és tévesztünk téged, a jó pásztort, értékesnek tekintesz, értéket látsz belénk, értékteremtő és megőrző indulattal vagy felénk, és váltasz meg. Köszönjük neked ezt a jézusi értékmentést, amit sohasem tudunk meghálálni, de amire nézve hálás életet élhetünk, ahogy az imént énekeltük is. Hálásak lehetünk és vagyunk, amiért közösségben lehetünk veled és egymással. Köszönjük, hogy kerestél és megtaláltál. Köszönjük, hogy nem kell egyedül kódorognunk, hanem együtt lehetünk a 99 juhocskád társaságában, jó helyen. Nem magunkra hagyva, hanem együtt. Könyörgünk azokért is, akik az eltévejedésben vannak. Könyörgünk azokért, akiknek nincs közössége, nincs egyház közössége, ahol rád figyelhetne. Eléd hozzuk azokat, akik úgy kóvályognak a világban, hogy menthetetlennek tűnnek még a mi szemünkben is. Könyörgünk az elbizonytalanító körülmények között küszködőkért, a gyászterhének hordozóiért, a betegekért. Könyörgünk a te megújító kegyelmedért, amiben bevonsz mindannyiunkat. Könyörgünk azért, hogy használj is bennünket, eleveníts meg egyen-egyenként gyülekezetünkben, családjainkban, szolgálatban, hogy tudjunk egymás vigasztalói, bátorítói, útmutatói, a te eszközeid lenni.
Könyörgünk, elevenítsd meg csodálatosan teremtett és általunk megromlott földünket, a természeti közeget, ami körülvesz. Könyörgünk a jövőért, a gyermekekért és a tanárokért, az előttünk álló tanévért, a te bölcsességet sugározzon át minden egyes órán, és a te szereteted, a te megtartó és megmentő szereteted hassa át az emberi szavakat is. Könyörgünk a békéért, a vigasztalódásért, a megújulásért, miközben kegyelmedbe kapaszkodunk, amit biztosnak tudhatunk Krisztusért, aki imádkozni is tanított így. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezeti élet hirdetését. Urunknak, a jó pásztornak adunk hálát mindmáig kitartó és megbizonyított szeretetéért, amit tapasztalhattunk a mögöttünk álló héten is, amikor Dunaszekcsőn vigasztaló igai közösségben kísértük utolsó földi útjára a gyülekezetünk egykori buzgó tagját, Pirisa Jánosné Évikénket. Ma emlékharang irányítja a figyelmünket az életeken keresztül kapott isteni ajándékokra, úgy Évikére gondolva, mint Léberné Kocsis Jolán testvérünkre gondolva, akit egy hónapja kísértük utolsó földi útjára, és akinek hozzátartozói most közöttünk vannak, váljunk szeretet közösségé a gyászhordozásában is. Az elmúlt héten együtt lehettünk bibliaórán, és szolgálhattunk területeinken is. Hálaadással hirdetem, hogy megtörtént a parókia udvaron kivágott fenyők ágdarálása, valamint a mulcs kiszállítása a kertbe Görbe Ferenc segítségével. Folyamatban van a templom ablakok felújító festése, helyenként amiatt hiányoznak a külső ablakok, amiket nagyon megpirított a nap, és elkezdődött a kemencés templom kerti konyha pillérjeinek építése, amiben Kaszó Győző Gyula segítkezett. Köszönjük a közbenjárást Kelemen Istvánnak, presbiterünknek, akinek köszönhetően ajándékba kapott a gyülekezet festéket, amivel szépíthetjük a ránk bízott területeket. Az ügyeletes presbiteri szolgálatot Fráj János Lászlóné látta el a héten, amit köszönünk szeretettel, és adta tovább a mai nappal a lelkész családnak, akiknek áldott szolgálatot kívánunk. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az iratterjesztést a főbejáratnál, és már mai alkalomként is az imádságot, mert holnap elkezdődik az új hittanév. Hordozok imádságban az ifjúságot, gyermekeinket és a közöttük szolgáló szolgatársainkat is. Presbiteri gyűlést tartunk kedden, szeptember 3-án, 5 órától a Filagóriában, majd szeptember 30-án is. Szeretettel várunk mindenkit a jövő tervezését is segítő tanácskozásra ide holnap után. Csütörtökön 6 órától ima közösséggel záródó bibliaóra lesz a gyülekezeti ház nagytermében, folytatódik az országos imaláncba történő bekapcsolódás élő gyülekezeteiben élő egyház címmel, ennek a célja a megújulás. Háladó Isten tiszteletet tartunk házasságkötés megáldása alkalmából szombaton, ez már szeptember 7-e lesz, 6 órától a Takler pincészetnél, ahol Baranyai András Sándor és dr. Kis Helga lép házastársi szövetségre. És ugyanazon a napon, szombaton este, 20 órakor találkozóra hívunk minden túrázásra nyitott testvért a Tótvölgy buszfordulójában,
egy szarvasbőgés hallgató kirándulásra vezet bennünket a Szücs család. Hitt a névnyitó Isten tiszteletet a nyárról készült fényképek összefoglalójával tartunk gyülekezetünkben jövő héten vasárnap, tehát szeptember 8-án imádságos szívvel várjuk a konfirmandusok jelentkezését is, hogy el tudjuk kezdeni a felkészülést a hitvallástételre. De most a hálaadás visszatekintéséből merítünk lendületet a jelenre és a jövőre. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek imádságait, szolgálatait, szeretett adományait, amelyekkel hozzájárulnak Isten dicsőítéséhez és a gyülekezet építéséhez. Kérjük a testvéreket, hordozzák imádságban és szeretetben a gyülekezetet és a gyülekezeti munkát továbbra is. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk. Ámen. Az áldás fogadására Sztárai Mihály 450 évvel ezelőtti réneke készítse a szívünket. A 153. dicséret kerete az első és utolsó 10. verse. Tudom, pásztorom és vezérem, én nékem az én Uram Istenem, majd élek mindörökké az én Istenemnek és Uramnak házában. 153-as dicséret. Fennállva kérjük és fogadjuk Isten igéjét áldásként. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked békességet. Ámen. Áldás, békességet. Thank you.